Ahhoz tudom hasonlítani, amikor az ember egy szupersportkocsival megy az utcán, akkor mindenki megnézi. Meg a rendőr is nem biztos, hogy megbüntet, vagy nem azért állít meg. Hát inkább azért állít meg, hogy megnézze ő is, hogy ez micsoda. Tudjátok, mennyibe kerül ez a luxus busz itt mögöttem? 1,5 millió euróba. Egy nagyjából 30 négyzetméteres, 6 keréken guruló luxus lakás, avagy egy szárazföldi jacht. Ez a mai téma. Hanyat vágtam magam a felszereltségétől, de attól is, hogyan készül. Hogy milyen lépésekben, milyen anyagok felhasználásával, micsoda tervezési, mérnöki bravúrokkal, és mennyi idő alatt lesz menetre kész egy ilyen monstrum, amiben nem csak teljesen felszerelt nappali, konyha, fürdő, hálószoba és hálófülke kap helyet, de még egy garázs is, autóval. Az üzem, ahol a Dembel luxus lakóbuszokat gyártják, 2019 óta működik Nagytarcsán, azaz lassan 5 éve. Hogy eddig mégis kevesebbet lehetett róla hallani, annak az oka igen egyszerű. Nem Magyarországot és a régiós piacot célozzák, úgyhogy most tényleg egy igen exkluzív bejárás következik. A megrendeléstől az átadásig, azaz, amíg egy autó elkészül, nagyjából 12 hónap telik el. Ezt így egy kicsit macerás lett volna végig filmezni, úgyhogy egy olyan időpontban jöttem, amikor volt 4-5 más-más készültségi fázisban lévő autó, ezeken a legfontosabb gyártási lépések szépen bemutathatók. A jelenlegi kapacitás mellett egyébként évente 7-8 lakóbuszt tudnak legyártani, illetve motorhome-ot, mert hogy hivatalosan így nevezik ezt a kategóriát. A motorhome szónál maradva, a home, azaz a lakórész az, ami teljesen saját tervezésű és gyártású, ez épül rá a motorra, avagy egy Mercedes Gigaspace Actros alapjaira. Filó Gábor a kezdetektől részt vett a fejlesztésben, ő lesz a kísérőm az üzemben, kezdjünk a kabinban. Ez az eredeti felszereltség, és innen mindenki kerül, kivéve a műszerfal egységet. Kormány marad, műszerfal marad, minden más. Minden más. Csere. A kabin tehát belül lényegében teljesen újjászületik, de kívül is kap ugyanis egy műanyag sapkát, ennek a sapkának az íve adja meg majd azt a dizájnt, amit az autó külsején mutat. A magasítás egyébként azért is kell, mert az ülések fölé egy mozgatható ágy is kerül majd. Apropó ülések, összesen 4 utazhatnak a buszban, és minden ülés itt a vezető fülkében kap helyet. A lakórészbe ugyanis nem tehető biztonsági öves ülés. Ennek természetesen oka van, később kiderül majd, hogy mi. Az átalakítást az alvás sem ússza meg. Maga az alváz ugye a C-tengely mögött levágásra kerül. Igen, hogy levágjátok a C-tengelyt. Kap egy nyúlványt. És összesen 12 méter hosszú lehet egy jármű Európában, és mi ezt kihasználjuk. És ez amúgy mennyi eredetileg? Hát, hogyha így ez, ja, a, ez már meg van nyújtva. Ez a megnyújtott. Aha. Én azt gondolom, hogy körülbelül ilyen 3 méternyi nyúlvány jön még hozzá. Az alvázról is lekerül minden, ami nem létszükséglet, ami pedig marad, például a levegőtartály, az üzemanyagtartály, áthelyezésre kerülnek. Nyilván azért, hogy beférjenek az új jövevények, a különböző tárolók, víztartályok. És most mi a padlószinten állunk? Így van. És akkor innen látszik jó, hogy a padló alatt mik lesznek elhelyezve, vagy mik vannak. Itt lesz valami, vagy itt nem? Tárolók. Tárolók. Tehát, itt tároló, az ugye az 1000 literes tiszta víztartályunk. 1000 liter mire elég? Tehát mondjuk, aki nyilván a legtöbben nincsenek ebbe benne. Normál felhasználásban egy hét. Egy hét, hogyha nem zuhanyzok ötször egy nap. Így van. Maga a tervezés egy évet vett igénybe, lényegében minden alkatrész és szerelési fázis, amit a következőkben látunk, saját fejlesztés. A motorhome gyártóknál egyébként bevett gyakorlat, hogy nem fejlesztenek saját alvázon saját hajtást, hanem valamelyik a piacon elérhető busz vagy teherautó alapjára építkeznek. Ez persze minden esetben csak gyártói felépítmény engedéllyel történhet meg, azaz itt is szükség volt a Mercedes engedélyére, de emellett készült egy nagyjából 1700 oldalas típus tanúsítvány is, ami a vizsgáztatáshoz, avagy az európai forgalomba hozatalhoz szükséges. A kihívás igazán az volt, hogy minden apró részletnek illeszkednie kell a luxus szegmenshez, miközben legtöbbször a négyzetcentiméterekkel is játszani kell. Az említett tiszta víz és a szürke víz tartályok is komoly legózás után kerültek a helyükre, a kardán alagút mellé, fölé, köré. Mi minden helyet kihasználunk, ilyen hungarocellből összerakták a fiúk
a meglévő teret kihasználva. A tervezésnél? Igen, utána itt kint összepakolták, és utána a mérnökök lemérték, lerajzolták, és úgy rendeltük meg a beszállítónál azt a tartályméretet, ami pontosan befér. Ha nagyobb készültségi fázisokat vesszük, akkor ez a második jelentősebb állomás. Az autó itt már kapott egy segédalvázat, erre jön az a fémkeret, fémváz, ami egyrészt stabilitást, merevséget ad majd a lakórésznek, másrészt tartja az oldalfalakat. Egy ilyen lakóbuszra nem csak a felszereltsége miatt kell úgy tekinteni, mint egy jaktra, hanem a mozgása miatt is. A megállókat előre meg kell tervezni, hisz nem biztos, hogy egy kemping fogadni tud majd egy ekkora járművet, ahogy egy kikötő se biztos, hogy éppen fogadni tud egy jaktot. Ha pedig lehorgonyoztunk, onnantól az ide-oda rohangálás macerás, így a luxusbuszok legtöbbször elektromos bringával, kis motorral felszereltek, de az igazán top szegmenshez autó is jár. Itt is van olyan modell, amihez jár autó, a garázs kialakítására pedig ezeknél a verzióknál már a kezdeti építési fázisoknál oda kell figyelni, ezért parkol egy raklapnyi térkő a majdani hálószoba alatt a garázsban. Ez egy előfeszítés az egész vászszerkezetnek, mint egy 9 méter hosszú vászszerkezet van, ami mondjuk nyáron teljesen más méretű, mint télen. Majdnem, hogy 15-20 mm hosszú. Zugorodik vagy tágul. Igen, igen. A raklap tehát lényegében előfeszíti a fémvázat arra az állapotra, amikor bent áll a kocsi. Fontos, hogy így kerüljenek rögzítésre az oldalakat és a tetőt lezáró szendvics panelek, így kiküszöbölhető az említett holtjáték. A szendvics panel a középső sztirofóm rétegének köszönhetően biztosítja a hőszigetelést, de emellett komoly, 200 kilopontos szakító szilárdsággal is bír. Ez azért lényeges, mert erre a panelre csavarozzák majd belülről a bútorokat. A raklapos előfeszítés egyébként azért is fontos, mert a szendvics panel kívülről egy alumínium borítást kap, ennek is makulátlanul és hullámmentesen kell illeszkednie. Itt már fönt van az alumínium külső borítás, és ez se véletlenül alumínium. Ugye? A fényezés miatt? A fényezés miatt, tehát sokkal szebb felületet tudunk biztosítani a fényezők számára, mert míg egy alumínium felület csiszolható, előkészíthető egy tökéletes felületként, addig egy műanyag felület az mindig is narancsos lesz. És itt igazából nincsenek nagy görbületek, tehát nem tud elrejteni azokat a hullámokat, amik esetlegesen egy kevésbé jó minőségű felületen vannak. Itt 9 méter hosszú ez az alumínium lemez, amit itt látsz. Egy surlófénybe belenézel, annak hibátlannak kell lenni. Itt, ebben az üzemrészben tehát elsősorban az alvázzal, a felépítménnyel, a szerkezettel kapcsolatos szerelési fázisok zajlanak. Miután az eredeti alvázról lebontottak mindent, ami nem szükséges, és áthelyezték, amit át kell, elkezdődik a saját tervezésű berendezések beépítése, előkészítik a különböző elektromos bekötéseket, összeegesztik a fémkeret elemeit, majd az alvázra illesztik. Felkerülnek az oldalfalak, jön az alumínium külső héj, majd az autó a fényezőbe megy. Döbbeltes, nem tudom, négyzetméterben tudod, hogy mekkora felületet kell lefújni? Hát így négyzetméterben nem, de így munkaórában 4 órán keresztül fújjuk, hogy elkezdjük az elejétől, végigmegyünk az oldalán, hátulján, körbe végig. És akkor ez többen egyszerre? Ez többen egyszerre, hárman fújják általában. Egy felül egy állványon. Nagyon fontos az, hogy például egy személyi autónál, ugye az kis felület az egy ember körbeéri. Itt ugye többen mennek, hárman mennek, és ugye egyszerre fújják, egyszerre kell száradni mind a két rétegnek. Tehát a felső réteg, alsó réteg egyszerre kell, hogy haladjon. A busszal először beállnak a fényező kabinba, itt zajlik a fényezés nagyjából olyan lépésekben, ahogy hallottuk. Új karosszéria fényezés jelenleg nem zajlik, de ezen a buszon éppen javításokat végeznek, úgyhogy mégiscsak kapunk egy kis ízelítőt a folyamatból. Amellett tehát, hogy óriási felületet kell a legkisebb árnyalatnyi eltérések nélkül létrehozni, az is nehezítő tényező, hogy nem hétköznapi színekben. Ha egy teremmel tovább megyünk, olyan készre fújt modelleket látunk, amiken még a fényezési maszkolás is fent van. Hát ez egy Bentley Extreme Silver szín. Ja. Na, rávilágítasz egyet? Ez pedig egy Mercedes ezüst szín. Itt ezek sima metál színek, hogyha megnézed, ugye nincs benne fényes csillogó. Aha.
De fújtunk már Maserati fehéret is például. És akkor az így... így az ilyen kék... És így kiveri a szemed. Azt kiveri a szemed. Aha. Ja, és ő meg akkor egy... Egy Mercedes ezüst szín. Ebbe a terembe tehát a festést, fényezést követően kerülnek át a járművek, ha úgy tetszik, a végszerelési fázisok zajlanak itt. Lényegében mondhatjuk, hogy olyan lépésekben, ahogy egy már szerkezetkész ház esetében jönnek a belső munkálatok. Bekerülnek az ablakok, bekötik a villamosrendszereket, felszerelik a fűtéshez, szellőzéshez kapcsolatos szerelvényeket, a padlón itt például még jól látszanak a háromzónás padlófűtés alapját képező lemezek, ezek pedig a radiátorok. A mennyezeti burkolóelemeket támasztó rudakkal rögzítik a helyükre, elkezdik beszerelni a bútorokat, bekötik a mosógépet, lassan kezdenek végleges formát ölteni az egyes helyiségek. Ez kb. Olyan, mint amikor valaki megy átvenni a, nem tudom, valahol tart az építkezés, és akkor nézi, hogy... szerkezetkész állapot. Szerkezetkész állapot, milyen lesz a lakás, már itt benn van a konyhabútor szépen. Igen, már ja, és akkor az álmennyezetben itt a gépészet vezetik az elektromos dolgok, nem tudom. Ez a levegőcsatorna. Levegőcsatorna, ja, hát, ja, mint egy lakás. Mondtad is, hogy volt egy német nyugdíjas házaspár, eladta a lakást Berlinben. Lakást Berlinben, és akkor vettek egy lakóautót. Egy utazólakást. Egy utazólakást, egy gurulólakást. Gurulólakást. Landjachtot. Még nem esett róla szó, de ez az a pont, ahol már érdemes beszélni az úgynevezett kitolóról. Ez az a mozgó féldoboz vagy szekrény, amit kitolva jelentősen megnövelhető a lakórész alapterülete. Ebből általában egyet használnak a gyártók, az itt készülő modellek különlegessége, hogy két kitolóval rendelkeznek, az egyik lényegében a konyhaszekrény tartalmazza, a vele szemben lévő doboz pedig az ülő garnitúrát. Ez a kitoló itt lent egyelőre még beszerelésre vár, de így legalább a buszban szemügyre vehető az a különleges szerkezet, ami a mozgását biztosítja majd. Magát a kitolót, ez a négy rögzítési pont, tehát itt kettő és a másik oldalon kettő, az, ami rögzítődik ez a hidraulikus szerkezethez, ami egy olyan speciális láncos megoldás, hogy egy irányba csuklik a lánc, a másik irányba viszont fixen tart. Aha. És ezért nem lehet ebbe a kitoló szerkezetbe biztonsági öves ülést tenni, mert hogy ez mozog. Itt a válasz tehát arra a felvetése, miért nem lehet utazni a lakórészben. A kitoló dobozokba hivatalosan nem rögzíthető biztonsági öves, avagy fixülés, ez csak a vezető fülkében megoldható a hatályos biztonsági szabályok alapján. És ha már kabin. Ennyi marad a gyáriból. Ezt beszkeneltük, és kapott egy teljesen új skint. Jó, hogy beszkennetitek, csináltatok róla 3D-s vagy 4D-s? 4D-s felvételt. 4D-s felvételt, és az alapján? Az alapján tervezőasztalon kapott egy teljesen új interjőt a kabin is, az originál Mercedes kabin. Miután pedig a 4D-s felvételeknek köszönhetően megvolt az új skin, azaz az új belső dizájn, el lehetett kezdeni gyártani hozzá az elemeket a kárpitos üzemben, és most el is hagyjuk nagy tartsát, elmegyek ugyanis arra a helyre is, ahol a kárpitos elemek készülnek, és megnézzük azt is, hol gyártják le a bútorokat. Hogyha ezt így elé tenném, ez mi? Ez a hálószoba tévés falpanelnek az egyik eleme. Ez? Ez pedig az előszobának a fogas részének az eleme. Ez? Hát ez ennek az eleme. Ugyanígy mennyi idő volt, mire megtanult az összeset? Hát azért egy év kell, tehát egy 3-4 darab mind a két kamionból, mire az ember úgy így azt mondja, hogy na, ez akkor a nagygarázsos előszoba panelnek az íves eleme. A bútorok Komárom-Esztergom megyében Tokodon születnek egy asztalos üzemben. Itt úgy általában is felső kategóriás, avagy luxus lakásokba gyártanak berendezést, találkoztak már tehát cifrakérésekkel, de ez mégsem ugyanaz, mint amikor egy mozgó lakásba kell bútor gyártani. Na, a kérdés az ez, hogy amikor nem tudom, mi jött ide, látványterv, vagy egy tervrajz, vagy nem tudom, egy fotó, hogy akkor ezt megláttátok, akkor mi volt, hogy a fejeteket fogtátok, hogy úristen, vagy hogy a jackpotot megütöttük? Hát ugye látványtervek érkeztek egy olasz designer stúdiótól, és amikor hát először megláttam, én legalábbis ugye... Na rossz helyre küldték. Tehát igen, az jutott eszembe, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Aha. Tehát hogy azért ez egy annyira bonyolult és annyira komoly design, amit
főleg egy mozgó járműben megalkotni, ez egy nagy kihívás. Mi a nehéz? Az, hogy luxus, vagy az, hogy mozgó járműben lesz, vagy az, hogy speciális anyagból kell készíteni? Minden, ez mind. Ahogy már volt róla szó, és még lesz is, a folyamat leginkább ahhoz hasonlít, hogy a luxus jaktok, vagy luxus magánrepülők berendezései készülnek. Nagy különbség azonban, hogy míg ezeknél lényeges a súly, és így a gyártásnál általában valamilyen kikönnyített rétegelt lemezzel operálnak, a több mint 20 tonnás önsúly miatt a busz esetében a kikönnyítés nem szempont, a felhasznált anyagoknak inkább strapabírónak kell lenniük. Épp ezért például a konyhához egy erősebb vízálló MDF lapot használnak. Szintén egyedi sajátosság, hogy a rögzítéseket a rejtett vezetékek, szerelvények miatt úgy kell megoldani, hogy egyszerűen bonthatók legyenek. Az alapkoncepció az, hogy engedd el, és történjen az, amit az olasz designer megálmodott. Tehát itt az az alapkoncepció, hogy amit a látványterven mi láttunk, az legyen gyakorlatilag ugyanúgy. Ennek volt egy problémája még, ami egy műszaki probléma volt, hogy az autó gyártásakor keletkeznek olyan dolgok, például az a kitoló, amit ugye az autóból kitolsz, ezt ki kell tudni venni bizonyos időszökenként, mikor szervizelik az autót, vagy bármi olyan. Tehát magát a kitolót az egész autóból ki kell tudni emelni. És ehhez olyan szakmai tudást kellett bevetni, ami rendes házba, egy lakásba gyakorlatilag nem kell ilyesmit csinálni. Azért, mert úgy kell megoldani, hogy a látvány megmaradjon, ne változzon semmi, ne vedd észre, a megrendelő ne lássa a különbséget, viszont le lehessen egyszerűen úgy venni alkatrészeket az autóról, mint például ezt az alkatrészt is azért kell levennünk, mert ugye a kitolót ki kell bontani, és ez is úgy van megoldva, egy ilyen speciális patenttal, hogy ezt ide így át tudod pattintani. Aha. Hát aki rakott meg ezt a szekrényt, az tudja, hogy nem így, az nem igen, ilyen egyszerű. Az nem ilyen egyszerű. És itt nem látsz rögzítési pontot, nem látsz semmit, és gyakorlatilag ez, amikor be van építve magába a kitolóba, akkor az, ugye a kitoló mögötte van, leszedjük ezt az ajtót, mert ez az ajtó is azért lóg följebb, mert ugye a mennyezetünk az itt van teljesen fönt, hogy ne látszódjanak sehol az illesztési hézagok, akkor utána ezt így egy mozdulattal újra el tudjuk venni. És ezeket az alkatrészeket levesszük ezt is, és az egész kitoló úgy, hogy a konyha benne marad, kiveszik az autóból. Itt az kell, hogy az meg se mozduljon. Így van. Hát ugye ezt kétfajta módon lehet elérni, az egyik fő, ami ennek az lakóautónak szintén egy nagyon-nagyon nagy elénye, hogy be vannak építve minden mozgó alkatrész mögé, tehát fiók mögé is, illetve az ajtókhoz is ide fölülre föl van szerelve egy olyan elektromos zár, ami akkor kapcsol és reteszel, amikor az autót gyújtásra teszik. Tehát addig az autót el sem tudja indítani, amíg az ajtó nincsen rögzítve. Magyarán mondva, mikor megy az autó, és be vannak tolva a kitolók, és nem kint van, akkor gyakorlatilag ez nem fog tudni kinyílni, innentől kezdve biztonságos az autó. Most minden más gyártó ezt úgy oldja meg, hogy van egy olyan zár, egy zár retesz, ami mechanikailag egy ilyen gombot benyomsz, bennmarad ugye síkba az ajtóba, és egy ilyen zár nyelv bemegy, és gyakorlatilag bezárja ezt az ajtót. Ami nagyon szép, csak ebbe a dizájnba abszolút nem fér be. A nulladik naptól, onnantól, hogy na most már jó lesz, az mennyi volt? Az egy év? Vagy... Inkább kettő. Tehát amire biztonsággal azt tudtuk mondani, hogy ez most már így jó lesz. És bevált. És folyamatosan van fejlesztés. Aha. Tehát, hogy ez még mindig nem állt. Igen. És még egy dolog, ami... Festés, ugye? Ami nagyon különleges, és ilyet nem nagyon csinálunk. Na, ezt néztem, mintha egy ilyen autónak a Ez egy nagyon különleges, hétrétegű fényezés, amelyben ilyen effektek is vannak. Ugye ez is egy olasz termék, onnan a festék maga Olaszországból érkezik, és ezt körülbelül egy hétig kell fényezni ahhoz, hogy ez meglegyen, mert minden réteg között ugye van egy komoly száradási idő, úgyhogy ez is egy különlegessé teszi ezt a dolgot. Ez például egy eléggé... Tehát ebben volt meló. Ebben volt meló, mert ugye... Meg van is, igen. Igen, meg van is. Tehát, hogy ugye ennek több aspektusa is van. Ugye ez egy ívesen beforduló falburkolat, de amit itt még ti nem láttok, hogy ugye ez mindegyik más színű, tehát hogy ez mondjuk magasfényű fekete, ez a belsője, ez fehér, és ugye itt is
fogja ez itt követni. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog. És akkor az még csak hagyján, hogy ez itt össze van rakva, de mondjuk ahhoz, hogy ezek így ívesek legyenek, ehhez sablonokat kell gyártani. Tehát azzal kezdődött az egész gyártás. Ja, hogy sablon. Hogy sablon. Tehát, hogy kitalálni, hogy milyen ívek vannak, ahhoz sablonokat kell gyártani, ugye, amiben utána le tudjuk préselni ezeket az elemeket. Meg mondjuk ilyen nagy szériás bútorgyártásnál az eleve úgy megy, hogy akkor elkészül a sablon, és azt csinálják százasával, így nem tudom én. Itt meg 10. Igen, és ráadásul nem egyféle sablon kellett, hanem ugye a tervező az nem egyfélét tervez, hanem négyfélét, ötfélét. Onnan tudtuk, hogy jó úton vagyunk, amikor megkaptuk az első hivatalos fotókat, és megláttam a képernyőn, és azt hittem, hogy ez a látványterv, és utána mellé tettük, és szinte tökéletesen ugyanaz volt. Akkor az jó érzés. Viszont most nem tudom, de ott voltatok akkor is, amikor az olasz dizájner, aki tervezte. Így van. Először. Igen, ez kint volt a kiállításon Németországban, amikor az autót kiviszik erre a karaván kiállításra. És én azt hittem, hogy leesett az álla is így, hát. Így van. De gyakorlatilag ez úgy történt, hogy az legjobb érzés az, amikor egy ilyen gyártó oda megy egy ilyen kiállításra, hogy odamész, és semmi más nem kell csinálni, csak leültél a székbe, és nézted azokat az embereket, akik fölmentek az autóra. Wow. Mindenki egy aha. Tehát gyakorlatilag így mentek fel az autóra. És akkor a designer? És megjött a designer, és a designer is fölmegy az autóra, megnézi minden, és gyakorlatilag ő is azt látja, amit ugye megkapott. Igen? De utána ír neked egy kétoldalas e-mailt, hogy na, minden szép, minden jó, köszönünk szépen, hogy együtt tudunk dolgozni ezen a projekten, nagyon jó, nagyon örülünk neki, de, és akkor jön a fekete leves, hogy akkor még szeretnénk, hogyha ezt a vonalat így változtatnánk, azt a vonalat úgy változtatnánk, és föltesznek három vagy négy olyan kérdés, hogy miért történik szerkezetileg, amit ők ugye nem látnak. De hogy én laikusként nem venném észre, amit ők kért változtatni. Így van, ezt te nem vennéd észre, nem is veszed észre, hiszen most is van a piacon olyan autó, ami a fejlesztéseknek köszönhetően az egyik autó ilyen, a másik autó olyan, kinézete teljesen úgy néz ki, viszont pontosan ilyen apró vágások máshol történnek meg, ahogy a designer éppenséggel tud változtatni rajta és kéri. Ja, hogy akkor nektek valami praktikus okokból azt úgy megváltoztattátok, de ő utána kérte, hogy másképp. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk egy varrás a kárpiton 10 centivel odébb kerüljön, amit soha nem veszel észre, tehát hogy ez ilyen... De ő észrevette. De hát ő azt mondta, hogy ennek itt kéne lenni. Akkor még csak egy számot, vagy egy arányszámot, ha nekem ugyanilyenkor a konyhám van, és azt mondom, hogy én egy ilyen konyabútort szeretnék, az mennyivel drágább ez így, mint hogyha otthonra kérném, mint hogyha a luxus lakó. Hát ilyen teljesen exakt számot nem tudok neked mondani. De kb. Én azt gondolom, hogy 2,5-3-szorosa. Szor több ez, mint hogyha ezt így van, egy lakásba kérdez. Így van. A bonyolultsága miatt. Ez volt az első rész. A következő egyben befejező epizódban láthatjátok majd hol és hogyan zajlanak szintén extrém látványos lépésekben a kárpitos munkák, és természetesen a garázstól kezdve a nappalin, a konyhán, a fürdőn át a hálószobáig, centiről centire szemügyre veszem majd az elkészült buszt is, és útra is kelünk. Na-na! A videóm a Dembel támogatásával készült.